Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Mielőtt kinyitanám a Bibliát, elmondanám, hogy milyen üzeneteket kaptam képeken keresztül, ami olyan, mint egy képes lap. És ezek a képes lapok nem csak hozzám szólnak, hanem talán hozzád is. A mai napon volt három üzenet, három képes lap. Az első képen volt egy iroda. A kép jobb oldalán egy író asztal tele iratokkal. Az író asztal mellett a kép közepén egy nyitott ajtó volt látható, ahol egy személy kilépett az irodából, de csak hátulról láttam, tehát nem tudom, ez egy hölgy volt, vagy egy férfi. Az ajtó mellett, tehát a képes lap bal oldalán volt egy szerencse bogár, ami szerencsét hoz. Én úgy értelmeztem ezt a képet, hogy valaki eltávolodik a munkahelyről. Vagy az is lehet, hogy te nyitod ki ezt az ajtót, és keresel egy új munkát, és az íróasztal azt jelenti, ott már láthatóak a szerződések. És ez a szerencse bogár utal a szerencsére. Az is lehet, hogy van egy főnököd, vagy főnöknőd, akivel problémáid vannak, és a kép azt jelenti, ez a személy hamarosan kilép a munkahelyről, vagy ebből az irodából, tehát eltávolodik, és akkor nyugalmad lesz, szerencsét hoz. A második képes lapon csomagok voltak. Minden csomag egyforma volt, ugyanaz a nagyság, fehér papírban és egy piros szallaggal volt átkötve. Én ezt ajánlatnak látom. Jön egy csomag, lesz egy ajánlat, de mivel több csomag volt, így lesz több ajánlat is. Az is lehet, kapsz egy csomagot, és valaki megajándékoz téged. A harmadik képen volt egy szikla, olyan ezüst színű szikla, nagyon magas, és ez lehet egy magas, vékony, sovány férfi, esetleg egy nő, tehát utalhat egy személynek a külsejére, de mivel itt a szikláról van szó, ez a személy olyan rideg, hideg. Lehet, hogy ez a főnök vagy a főnöknő, aki most elbúcsúzik a munkahelyről. Ez a szikla lehet egy magas cél is, amit szeretnél elérni. Lehet, hogy még vannak itt korlátozások, de meg lesz a szerencse, hiszen átteszed magad ezeken. És most kinyitom a Bibliát, és kíváncsi vagyok a mai üzenetre. Én is kíváncsi vagyok, hiszen nem tudom azt, hogy mi jön, mert ezt én nem tudom befolyásolni. A nyakláncom az kimozdul, mint egy inga bizonyos szavaknál, és egy időben jönnek gondolatok is, és így alakul ki ez a kommunikáció ebből a forrásból. Valaki azt fogja közölni veled, hogy tégy döntéseket. Vagy valaki szeretné azt, ha azt tennéd, amit elvárnak tőled. Itt igazságtalanságokról van szó. Dönts úgy, ahogy te szeretnél. Vannak terveid, meg tudod valósítani a terveidet. Ha most indítasz valamit, az gyümölcsözni fog,
te hallgass magadra, és ne mások véleményére. Most sok a feladatod, sok a munkád, de megéri befektetni ebbe az erődet. A népnek megvan a hite, és a jó Isten segíteni fog. A lelked mélyén te is érzed, hogy így fog lenni. A királyok harcolnak, mert mindegyik uralkodni akar a föld felett. Sokan vannak, akik meg akarják őrizni a trónjukat. A te életedben te uralkodsz. Te vagy az uralkodó, és te ki tudod építeni a saját váradat. Húzódj vissza, és ez a vár, amit te kiépítesz, ezt megtalálod a te belsődben. Tehát meditálj bizonyos dolgok felett, így értelmezném. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!